Szervusztok, kedves nézőim! Eljött egy újabb epizódnak az ideje. Roach Transmission nevű pályánkon, ami gyönyörű szépre sikeredett. Most kezdődött el a kis 400 tikettes köröcskénk, ahol 4 darab control pontért kell majd megküzdenünk a csúfganád amerikai enemivel. Ja, nem is ezek kínaiak. Oh, micsoda változatosság. Már is kvadrapattantam és szétfejelem itt ezt a tölgyfakérget. Puff, öcsém, miket ki nem bír ez az ember. És már is megyünk a B-control pontra, ahol már kisebb-nagyobb csaták vannak kilátásba. Most kicsit majdnem elgázolt engem a saját tankunk. És most vettem észre, hogy medikkel jöttem le egy vehikülös pályára, ha szabad ezt így mondanom. És már is itt van egy enemy tank. Előttem valahol, megpróbálok idejönni a húzó körzetébe a zászlónak, de hát már kiszúrt a tank, és nem igazán nézi jó szemmel azt, hogy én itt lófrálok. Ja, Istenem, menekülni kéne. És hát sikerült gyorsan a földre tepernie. Na de se baj, minden kezdet nehéz, az enyém különösen. Mit kéne most tenni? Hát itt leszünk a D-control pont környékén. Lejöttem ebbe a szövetséges squad tankba. És be kéne foglalni ezt a D-control pontot, már nem olyan jó ezt enemi kézen látni, úgy fel is jövök ide szépen a tetőre, mert hallottam egy RPG-t suhanni. És mit ad Isten? Itt volt egy elevi. Na de. Még itt nem álltak meg a dolgok. El kéne kezdeni húzni a zászlót, ami gyönyörű szépen sikerült is elkezdenünk. Egyelőre minden rendben van. Enemit még nem látok, és még nem is torpant meg a zászló se, tehát a közelben a húzó közelben nincs enemi. És sikerült beszürkíteni. Most már leszületni nem tudnak ide, csak hogyha valamelyik hatásukra leszponolnak. És most megállt a csík, tehát enemi van a közelbe. Nekem gyorsan itt szét kell néznem, nehogy azért váratlanul meglepjenek engem valamilyen irányból. És még egyelőre nem történt semmi. És legalább két enemi lehet a közelben, mert ketten vagyunk mi is itt, és nem mozdul a csík. Ó, és egy enemi elintézte a kedves barátomat. Én meg őt, és a kedves barátomat visszahoztam a halálból. Kelfőj és járj, mondván. És ő elkezdett járni, elővette a fegyverét, és fut vele. Új népsport vette kezdetét. Fegyverfutás címen, olyan lesz, mint az ultra maraton, meg ilyenek, csak egy minigunnal a kezedbe, vagy valami ilyesmi. Kicsit 6 óra kivitelbe, és olyan 50 km lefutása után mindig célba kell lőni. Ó, micsoda játék lenne. Olimpiai sportág. Na, úgy nézem, hogy többen, ami már nincs itt a D-control pont környékén. Isten szép ez a pálya. Szívesen elérdegélnék én egy ilyen helyen, persze fegyverropogás nélkül. Bárki tudja bizonyos napokon, na de mindegy. És... hát na jó. Annyira körülbe szagláztam már itt a terepen, és sehol semmi. Na. Hát úgy nézem, hogy kvadra fog pattanni. Oda felvillant a hátam mögött egy piros háromszög, és gyorsan, mintha egy találatot be is kaptam volna. Úgyhogy lehuppanok a járműről, nem vagyok én olyan, hogy csak úgy elmenekülök innen-onnan. Jövök vissza kis ide beszélgetni azzal az illető úriemberrel, hogy azért ez nem így kéne ismerkednünk egymással. Egy ilyen gyönyörű szép napfényes délutánon, vagy délelőttön, az még nem jöttem rá. Ó, és ott az elemi. Spotoltam is őket. Az egyikbe küldtem pár golyót, de úgy néz ki, hogy ez kevés volt. Elnyomtam oda egy gránátot. Talán jó lesz. Ha nem lett jó. És kedves kollégám is, Exodus, vagy hogy hívják, hát holtan rogyott össze, hogy megint Isten módban megyünk át, és visszahozjuk a halálból a szerencsétlen úriembert. És felnézzük ide föntre, de valaki hátulról elkezdett lőni, hogy szerencsére nem végzett tiszta munkát. Ja. És aknával is lőttek rám. Ó, és ott megy az úriember. Kicsit meglövöldöztük a lábikráját. Biztos fáj neki most a bütyke. Na. Valószínű számít rám, de csak fel kell mennem, mert hát azért fel kell menni.
És itt van az úriember. Jó van, és nem úszta meg ennyivel. Ó, és ott van még egy úriember. És hát vele végeztünk, csak a kedves kollégája, azzal nem számoltam. Úgyhogy így jártam, hölgyeim és uraim, megint meg kell születnem valahol, valamilyen módon, valamilyen körülmények között. Hát szülessünk le, a bérem elkezdte húzni az enemi. Azt meg nem szerettem, amikor az enemi csak így húzogatja az zászlókat. Mondjuk, ha valamilyen más zászlót húzogatnának, azt lehet, hogy komáznám is, ki tudja. A jövő zenéje, és egy enemi. Még egy enemi. Ó, van, hát ez szép munka volt. És még ott van egy másik. Vehikülös úriember, hát megpróbáltam felvenni majd más vegyót, mert itt olyan sok mindenre nem fogok menni az ellen, az izé ellen. De C4-esen, ahogy érzem. Minden esetre egyelőre jók vagyunk így. Egy gyors visszavonulót is fújt a enemi anti-air a fekvő testünk láttán, úgyhogy elég rémisztőek lehettünk ketten így együtt. Már csak egy újabb áldozatot kéne keresni. És a D-t úgy nézem vissza behúzta az enemi, úgyhogy muszáj leszek oda menni, ismerkedni megint. Ellenséges erőket egyelőre nem látok mozogni, az állás jelenleg 377-292 a milliómunkra. Tegény kínaiaknak sem nagyon jó a technológiája. Hát hiába az oroszok, azok világ elsők. Na de. Ott van megint egy enemi, ott van, és. Tegény, megpusztult, jó van. És adott nekem jó kis mérnök fegyókat. Kínai mérnök fegyó. Hát ezek is olyanok, mint a Made in China-s dolgok, akkor bajba is lesznek. Na, és ott van az antierünk. És ott van egy úriember, ott van, és nem pusztul. A fene a mindenit, pedig lőttem rendesen. Hát, robbanásom se ijesztette meg, killasszisz 68, hát valaki elkapta helyettem. Annyi baj legyen. No de. Mit évő legyek? Való lelemik vannak még itt a közelben, de gyanítom felettünk így a piros háromszög mozgásából. Azt a következtetést vontam le, hogy ejtőernyőztek. A antier az visszavonult, és igen, csipák vannak felettünk, ezt már nyugodtan állíthatom. De nem fogok most velük foglalkozni, tekintve, hogy a B az megint beszürkült. Kvadrapattanok, és gyorsan lelészelek innen. És megnézzük, mi újság van a B-control ponton, hisz akcióban, kilátásban is. Mi szeretjük az action-t. Be is foglalták a B-t. És. Ott van. És nagy nehezen sikerült elkapni az úriembert. Még valaki leült engem. Húzzuk vissza a B-t. Furcsa, hogy ilyenkor azt vettem észre, hogy én azt hittem, minden zászlóhúzásnál kapjuk azokat a 10 pontos tiketteket. És ennek ellenére, most itt csak a zászló megy vissza, és nem kapunk semmilyen tikettet. Vagy kíváncsi vagyok, hogy most elkezdje. És nem. Vagy igen? Nem. Most csak simán húzzuk a zászlót. Nem is tudtam, hogy ilyen is van. De... Focus Control 10. Nem értem. Mindenesetre kaptunk 150 tikettet, és most feltűnt valahol egy enemi jármű, mert hogy valaki lőtt minket. Hát sikerült egy kicsit belesebeznem. Úristen, az a gyalogos fickó. Szépen rám lőtt azzal a rakéta akármivel, és kicsit le is amortizálta a testemet. De nem fogom annyiba hagyni a dolgot. Ó, most kapott ő is egy picit, bár korán sem annyit, mint szerettem volna neki adni. Úristen, mi folyik itt? Gyors visszavonulót kell fújni, de már csak az a baj, hogy egyetlen egy rakétám van, amivel olyan sok mindent nem fogok tudni elérni egy tank ellen. Annál is inkább, hogy már csak 12% a HP-m, hát 21-et még rá tudtam sebezni, ami édes kevés. És hát ki is lettem végezve, csodálatos. Újabb csodálatos mérkőzésnek lehetünk szemtanúi, ahol történnek a dolgok. És mennyi jármű van már itt bennél, invázió van. Kérem szépen, hölgyeim és uraim, de jövök ide vissza, mert nem szeretem büntetlenül hagyni a gyilkolásomat. Ott van megint egy tank. Kapott is egy keveset. Bebújt fedezékbe. Még adunk neki egyet. És egy gyönyörű szép W kill.
Azt észrevettétek, hogy amikor kettőt megölt egyszer, az is multikillnek írja? Hát ez mekkora hülyeség már. Két ember megölése, nem double kill szokott az lenni? Na de mindegy. Lemettem volna esküdni, hogy eltaláltam most ezt a tankot, de... képek tanúsága szerint nem. És... hát... a többiek elintézték az úriembert, állítólag. Húzzuk vissza a zászlót, és most elkezdjük a capturinget. Nem értem én, hogy működik itt a rendszer, de... egyelőre minden kosár. Így befoglaltuk. Már is nyúlunk, nyúlunk, nyúlunk vissza a... hova nyomulunk? Nyomulunk az... a tére. Mint ott láttam volna valamit. Ó, és ott is van, ott is van. De volt jókor ugrottam át azt a... hóbelebancot, és 10% HP-val megúszta a kedves kolléga a dolgot. Csodálatos mérkőzés. Fergeteges dráma. Mindenki menjen az ára. Itt vagyunk az A-control ponton. Ahol... nincs semmi. Jó van, úgyhogy kvadra is fogok pattani, vagy lehet, hogy nézek szét, hogy hát, ha itt bújik valami... kóceráj. Hát, de nem bújik itt egy kóceráj se, úgyhogy... hát, megnéztük. Csodálatos építkezés, megint be van állványozva minden. A BF4-esek most valószínű átmertek, vagyis a DICE-osok az építőiparban, mert gyakorlatilag, ha megnézitek, az összes pályán vannak állványok. Nagyon akarnak valamit ezek. Lehet, hogy szigetelni, vagy nem tudom. Tényleg még nem is beszéltem erről a hatalmas nagy rádió toronyról, vagy rádió teleszkópról, ami tulajdonképpen elfoglalja a pálya 99,9%-át. Ugyanis itt a Levolution az úgy működik, hogy ez a böszme nagy teleszkóp három ilyen hatalmas nagy toronyra felhúzott kábellel van így mondjuk a helyére rögzítve. És pontosabban a rádió teleszkópnak a teteje. Na most kinyit egy sniper, csodálatos. Szeretem, amikor a sniperek püfögtetik a mellkasom. Na és akkor a lényeg az, hogy ez a szerkezet ledönthető, de abban az esetben, hogyha a három ilyen tartó kötelek közül, hát kettőt tudunk, most kettőt kell szétlőni, háromból kettőt is tudunk csak, és ez úgy működik, hogy öt darab ilyen fémkábel van egy ilyen nagy beton akármihez kirögzítve, magyarán, és mindegyiket egy robbantással lehet így megsemmisíteni. Magyarán 5 RPG kell minimum egy ilyen kötélzet megsemmisítéséhez, és akkor ha szeretnék, hogy teljesen ledőjön, akkor mind a két oldalon azt el kell játszunk, magyarán 10 RPG-vel kivitelezhető a feladat. És akkor a középen a rádió teleszkóp tetején található hatalmas nagy fémszerkezet, az így leomlik a vére, beszakítva a teleszkópnak a mondjuk úgy tetejét, és kicsit megváltoztatva a terepviszonyokat. Látványosnak elég látványos, az tény is való. A pályáról még azt el kell mondani, hogy mivel hatalmas nagy távolságok vannak benne, és elég nagy szintkülönbségek, tökéletes mesterlövész pályát alkotott meg így ezzel a DICE. Tegnapi nap folyamán volt alkalmam játszani jó pár alkalommal ezen a mapon. És hát ilyen 64-es szerón konkrétan ilyen csipa hegyek vannak. Hát oda nem is tudom milyen fegyvere érdemes lemenni, hogy azokat így likvidáljuk, de... nagyon érdemes mindig ilyen sziklák, hegyek környékén így lopokodva alsó úton benyomulni. Figyelni kell, mindig hol villan fel a piros háromszög, amikor putyognak a csipák, olyan szépen lehet őket aprítani, hogy fú... igazi szüretelés van olyankor. Próbálkoztam így késelgetni, és azért, de mióta van ez az Encounter késelés, vagy minek hívják, hogy visszakéselnek belé, mit tudom én, inkább hanyagolom és csak lövöm őket fejbe, mert az egy tisztább munkának vélem felfedezni. Meg azzal nem is tudnak mit kezdeni nagyon, mert a golyót azt nem tudják kivédeni. A késelést ezt meghagyjuk a próknak, vagy azoknak, akik szeretik kockáztatni az életüket. Én az ilyen kockázatkerülő, ilyen butha szemléletű harcos vagyok. Csak abban az esetben támadok, hogyha tudom, hogy én nem pusztulok meg. Na jó, nem, hát azért szoktam én máskor is, de... na és ott van megint az a csipusz gyerek. Ó, ez sikerült, elintézett engem egy tank, aki elé pont jókor ugrottam ki. Ilyen az én formám. De nyugodtan vettem tudomásul, hogy azért őt is megsemmisítette a kedves kolléga. És hova kéne leszületni? A délre kéne leszületni, hiszen enemy aktivitás van ott készülőben, egy tank formájában, ami már el is kezdte lőni a D-control pontot, én meg a tankot, és már is egy 24-et sikerült rásebezni egy jobb sikerült találattal. Most 22, tehát már kb. 46-ot rá tudtunk sebezni.
És fedezékbe is vonult a tank, nem nagyon akar onnan kimozdulni, inkább visszavonulásba kezdett. Megpróbálok a közelébe férkőzni, bár gyalogságra is lehet, hogy számítanom kéne, megint sikerült rásebezni 22-t. Már lassan a végét kéne, hogy járja a tankunk, már 23, 10 HP-n belül kell, hogy legyen. Kiszállt a pilóta, megsemmisítettük a tankot, és most a pilótával kell kontaktba lépni. El is beszélgettünk vele, és hát egy csipa hátulra szépen elintézett, nagyon jó. Ezek mindenütt ott vannak. Imádnak bujkálni, ez a lételemük, de kedves squad társam, ott olyan aranyos és feléletet, nem squad társam, csapat társam. Na. Már csak egy elemi kéne, akivel le lehet számolni. Biztos, ami biztos lapon itt is elhelyezek pár aknát, hogyha csak úgy erre szeretne mászkálni az ellenfél, akkor ne nagyon legyen neki jó. És most elmegyünk a B control pontra, hisz megint befoglalták azt a fiúk. Visszahozzuk azt, ami a miénk. Ó, ilyen ugratást csináltatok már, ilyen. Megdöntjük 90 fokkal a robogót. Ó, elkezdtük húzni a control pontot, ez azt jelenti, hogy nincs a húzó körzetben nemi. És itt van egy üres jármű is, úgyhogy duplán jól jártam, hisz feltettem egy enyhén tömegpusztító fegyverre. Már csak másodpercek kérdése, és meg lesz a B. Mit a Isten? Ezzel lehet ám darálni a jépet, ja. Már csak az a kérdés, hogy innen hova folytassuk tovább az utunkat, hát mintha C-nél is lenne valami, bár ebben nem vagyok biztos, mert most csak szürkén villog az ászló. Kedves kolléga, úgy nézem, befoglalta a célt, hát akkor itt nem volt semmi, csak téves riasztás. Akkor irány az A. Szeretünk pár kellemetlen percet az eneminek azon a környéken. Én azt mondom, összességében a BF4... Ó, valaki belement a aknámba, csodálatos. Csak megérte azt lerakni. Összességében a BF4 elég jól sikerült, én azt mondom, aki nagyjából hozzáfogott a BF3-hoz, az annak nem kellett sok mindent tanulnia, hisz alapkonfigurációjában majdnem ugyanaz a játék. Picit dobtak a grafikán, lett benne spektátor és commander mód, amiket nagyon hiányolt a jó nép, legalábbis a jó nép részeként én, Isten mód hiányoltam. Áldottam a rokot, amikor a Dreamhack-en megkérdezték a menedzsertől, hogy H3-ban miért nincsen spektátor, gyerekek? És akkor eléggé beszédes volt a ottani DICE-os menedzsereknek, mondjuk úgy a mozdulatai, elég sok mindent elárultak, mert abban a pillanatban, hogy ezt a kérdést megkapta a DICE, az úriember már is ránézett az órájára, és hú, hát nagyon elszaladt az idő, úgyhogy most megyünk is, sziasztok, köszönjük a kérdéseiteket, fuck you asshole, meg kb. Nagyjából ilyesmire gondolhattak. Hát igen. DICE-nak is van még mit fejlődnie, és hát az EA-nek és a DICE-nak ilyen marketing szempontból és munkaügyileg is. Tény is valahogy egy olyan játékot adtak nekünk, ami látványilag überel akármelyik Schwarzenegger, Stallone vagy Van Damme filmet, mert hát azért van mit itt látnunk és robban körülöttünk minden, de azért még mindig van mit csinálniuk a fiúknak. Mindenesetre utána rendeltettük itt az A-control ponton, bemegyünk most a B-re, ahol egy úriember sikerült már spotolni, de feltűnik egy tank is a helyszínen, aminek én annyira már nagyon nem tudok körülni. Annál sikerült, hogy hátulról is meglőttek. Hát egy úriemberre tudtam végezni B-n, de minden egy kicsit kevésnek sikerült. És de hamarosan közeledik a játék vége, mert már jön a DF4-nek a záró zenéje. Gyorsan leszületek itt a kedves társamra, aki úgy döntött, hogy most vad napozásba kezd így a rádióteleszkóp tetején. Íme. Leba is barhult az a tárga jó orosz katona. Ott a tank is, ó, de hülye vagyok, mert a hátát kellett volna célozni, mindegy. Húzzuk még az ászót, megpróbok még egy RPG-t előni, hát eddig bírtam szuflával. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, hogy megnéztétek az újabb BF4-es túravezetésünket. Itt Roger Transmissionon, ami egy hatalmas nagy rádióteleszkópos pálya. És nézzük is, milyen eredménnyel zártuk ezt a küzdelmet, kedves barátaim. Na nézzük, jönnek a szokásos hűbele bancok, hú, medik, meg mérnök, meg hú, Recon, izé, Tumó. Ó, unlokkoltam valami M2 szlemet, fingom sincs mi az, de biztos, hogy jó. Recon kit, jó van, mobil anti-aircraft. Ó, thermal camo, nagyon jó, az is kellett. Nem tudtam idáig élni nélküle.
kaptunk egy Malahalt is, csodálatos Conquest Attacker. És ott a jó megjelenet MVP Ripponunk is. Nos, hölgyeim és uraim, újabb látványos és izgalmas mérkőzésnek lehettetek szemtanúi, remélem tetszett mindez a kis Hóbele Balázs, amit láttatok. Köszönöm a megtekintéseket, a következő epizódig a viszontlátásra, sziasztok!